Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó munkatársait, köszönöm szépen a kitüntető érdeklődést, és köszöntöm azokat is, akik a televíziót nézve, illetve a rádiót hallgatva követik a mai kormányinfót. Mindenek előtt a kormány nevében szeretnénk kifejezni az együttérzésünket Nagy-Britannia népének, a londoni merénylet áldozatainak, hozzátartozóinak, és természetesen egész Angliának. Másrészt a kormány kötelessége, hogy a veronai buszbaleset egyik sérültje, aki elhunyt az elmúlt órákban, annak a hozzátartozóinak is kifejezzük az együttérzésünket és a részvétünket. Ha megengedik, először azzal kezdeném, hogy a heti két kabinetülés és a kormányülés munkájáról röviden beszámolnék önöknek, érintve néhány kiemelt jelentőségű témát, és ezt követően pedig a Zoltán által vázolt időkeretben igyekszem válaszolni a kérdéseikre. Innen Csíkszeredába utazom azért, hogy holnap a igazi Csiki Zsörgyár tulajdonosaival és vezetésével találkozzam, és a Zsörgyár munkatársaival beszéljek. A magyar kormány segítségét kell felajánlanom a kialakult helyzetben. De erről gondolom még lesz ma szó. A kormánya a belügyminiszter úr tájékoztatása alapján áttekintette a migrációs helyzettel kapcsolatos intézkedéseket, és több dolog is szóba került a kormányülésen. Az egyik, hogy várhatóan március 28-án lép életbe az a törvényi rendelkezés, amely Magyarországon az illegális bevándorlók számára kizárja a szabad mozgás lehetőségét, és elrendeli, hogy minden Magyarország határához érkező illegális bevándorlónak a határnál kell várakoznia, és nem léphet be az ország területére, és az ország területén nem mozoghat szabadon. Én azt gondolom, hogy a londoni események függvényében különösen fontos ez a döntése az országgyűlésnek, fölértékelődik az országgyűlésnek ez a döntése. Meggyőződésem szerint Magyarországnak nagy szüksége van a jogi határzára, és a fizikai határzára is. A jogi határzára elkészült. Ausztria és Németország folyamatos követelését, hogy Magyarország hermetikusan zárja le a határt és ne engedjen át senkit se, ezt végre tudjuk teljesíteni. Másrésztről pedig Magyarország tekintettel van arra is, hogy Törökország és az Európai Unió között folyamatos vita van a török EU-s megállapodás betartását illetően, és az a veszély fenyeget bennünket 2017-ben, hogy Törökország fölmondja a megállapodást, nem tartja be a megállapodást, és a bevándorlók újra elindulnak, az illegális bevándorlók újra elindulnak Európa határai felé. A határzár 145 kilométeren a második kerítéssel megerősítésre kerül, ez májusra elkészül, a jogi határzár pedig most március 28-án hatályba lép. A kormány álláspontja szerint nyilvánvaló magyar érdek is, hogy Magyarország az Európai Unió tagjaként Törökországgal jó viszonyban legyen. Az Európai Uniótól pedig az az elvárható, hogyha Törökországgal megállapodik és a megállapodásokat betartja. De nekünk magyaroknak, mint Európa külső határának föl kell készülnünk arra az esetőségre is, hogyha a török-európai uniós megállapodás nem működik, és ezért saját önálló biztonsági határzárat és jogi határzárat kell létesítenünk. Tehát az elmúlt napok és az elmúlt hetek eseményei abban erősítették meg a kormányzatot, hogy jó döntést hozott, amikor második kerítést épít, és jó döntést hozott, amikor lehetetlenné teszi, hogy szabadon mozogjanak azok, akik Magyarország határához érkeznek. Ezzel egy teljes zár valósul meg, fizikai és jogi értelemben egyaránt. Készen állunk azokra az Európai Uniós vitákra, amelyek a jogi zár létesítése kapcsán várhatóak, bár úgy gondoljuk, hogy az igazságügyminisztérium és a belügyminisztérium javaslata és előterjesztése az mindenben megfelel az Európai Unió elvárásainak és jogi rendszerének. A Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletet hozott két illegális bevándorló kiutasítása kapcsán. Az igazságügyminiszter jelentést tett a kormánynak ezzel az ítélettel kapcsolatban, amiről már önök sokat írtak. Mint ismeretes, 2015 őszén két illegális bevándorlót Magyarország kiutasított. A kiutasítás kapcsán az ügyüket a Helsinki Bizottság felkarolta, és az Emberi Jogok Európai Bírósága elé citálta. A Helsinki Bizottság Magyarországgal szemben megnyerte a pert, és
A bíróság nem a magyar választópolgároknak és nem a magyar polgároknak, hanem a Helsinki Bizottságnak adott igazat. Azt én nagyon szomorú dolognak tartom, hogy a Helsinki Bizottságban dolgozó magyar polgártársaink nem értik meg, hogy a magyar választópolgárok és a magyar polgárok közössége nem akar beengedni az országba illegális bevándorlókat, és ezt biztonsági kockázatnak tekinti. Itt szeretném azt is aláhúzni, hogy itt nem akármilyen döntésről van szó, hiszen egy kiutasítással kapcsolatos döntés született meg. A magyar államnak semmilyen érdeke nem fűződött adok ahhoz, hogy ezek az emberek Magyarországra belépjenek és Magyarországon tartózkodjanak. Most a bíróság nem kevesebbet akar ránk kényszeríteni, mint hogy akaratunkkal ellentétben, a magyarok akaratával ellentétben kellene embereket beengednünk az országba. Visszajutottunk oda, ahonnan az egész vita elkezdődött, mármint hogy Magyarország jogot formál és jogot tart arra, hogy ő maga határozza meg, mi magyarok határozzuk azt meg, hogy ki élhet ebben az országban. Az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy döntött, hogy nem a magyarok mondják meg, hogy ki élhet ebben az országban, ki tartózkodhat ebben az országban, hanem a Helsinki Bizottság javaslata alapján majd a bíróság fogja azt eldönteni, hogy ki él Magyarországon és ki élhet Magyarországon. Ez a döntés, ez az ítélet elfogadhatatlan Magyarország számára, meggyőződésünk szerint végrehajthatatlan. Tekintettel arra, hogy Magyarország az alaptörvény alapján, a szuverenitás megerősítésének elve alapján ragaszkodik ahhoz, hogy mi magunk határozzuk azt meg, hogy ki az, akit az országba befogadunk, és ki az, akit az országból kiutasítunk. Meggyőződésünk szerint ezt nem lehet fölülírni. Másrésztről az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy ítélkezett, hogy a kiutasítás azért nem állja meg a helyét, mert olyan országba küldtük ezeket a illegális bevándorlókat, amelyek nem garantálják az emberi jogaikat, és ott veszélyben vannak. Ez vonatkozik Szerbiára, Macedóniára, Görögországra vagy Törökországra. Ez értelmezhetetlen, tekintettel arra, hogy az Európai Tanács és az európai politikusok véleménye szerint lehet visszaküldeni bevándorlókat Görögországba, sőt Törökországba is. Ha Magyarországnak nem szabad Görögországba vagy Törökországba visszaküldeni embereket, akkor Németország hogyan küld vissza repülővel Törökországba vagy adott esetben Görögországba embereket? Tehát az Emberi Jogok Európai Bírósága nem csak Magyarországgal, hanem az Európai Unió politikai döntéshozóival is szembe megy, az Európai Tanács döntéseivel is szemben áll, tekintettel arra, hogy ott már korábban, hónapokkal ezelőtt, sőt lassan egy éve megszületett az az elvi döntés, hogy igenis Görögországba és Törökországba is kell visszavinni embereket, olyanokat, akik illegális bevándorlók vagy kiutasítás előtt állók. Tehát Magyarország számára elfogadhatatlan ez a bírói döntés, és ezért megfelelbezi ezt a bírói döntést Magyarország. A nemzeti konzultációról szeretnék röviden beszélni, tekintettel arra, hogy legutóbb kérdezték, hogy mi a nemzeti konzultáció helyzete. Két héten belül fogjuk indítani a konzultációt, aminek a kérdései előkészítés alatt állnak a miniszterelnöki kabinettiroda, posta és a nyomda együttműködésében és közös kidolgozásában. Miniszterelnök úr délután Rómába utazik és részt vesz az Európai Unió megalakulásának alkalmából rendezett római konferencián, a 60. évforduló alkalmából Európa vezetői összegyűlnek és Rómában találkoznak, ahol egy közös nyilatkozat elfogadására kerül sor, annak a 27 országnak a várható egyetértésével, aki Nagy-Britannia kilépése után az Európai Unióban maradt. A nyilatkozatot sikerül konszenzussal elfogadni, számos magyar szempont figyelembevételre került a nyilatkozat megfogalmazásával, és egy egyeztetési folyamat indul el, tekintettel arra, hogy európai vezetői, köztük a magyar miniszterelnök abban állapodtak meg, hogy 2017. decemberében legkésőbb lezárják ezt az egyeztetési folyamatot, és Európa jövőjéről egy közös álláspontot terjesztenek a tagállamok elé. Röviden ennyit a bevándorlásról, a bevándorlással kapcsolatos kormányzati jelentésekről és a kétnapos római konferenciáról. A miniszterelnök úr kedden Salgótarjánban járt, mint az ismeretes. A Modern Városok Program lassan lezáráshoz közeledik. A Modern Városok Program az egy decentralizált fejlesztési programja a kormányzatnak, ahol a gazdasági növekedés érdekében és Magyarország versenyképességének erősítése céljából összefogunk minden magyar megyejogú várossal, tiszteletben tartva az ottani választópolgárok döntését a helyhatósági választások legutóbbi alkalmával. Salgótarjánnak más színű vezetése van, mint a kormány, mégis sikerült megegyeznünk és
megtalálnunk az együttműködés lehetőségeit. Salgótarján fejlesztése érdekében összefogunk Salgótarján baloldali vezetésével, és egy közös fejlesztési programot dolgoztunk ki, amelynek fontos eleme a város számára munkahelyek biztosítása, a megélhetés lehetőségének biztosítása, az életminőség javítása. Regionális centrumot szeretnénk a Salgótarjáni képviselőtestülettel és Salgótarján minden polgárával közösen Salgótarjánból építeni. Ez azt jelenti, hogy a 21-es számú főút négysávosítását befejezzük Salgótarján és 60 között. Ez az útépítés jelen pillanatban folyamatban van, a befejezéséhez mintegy 34 milliárd forintra van szükség. Ezen kívül azt a döntést hoztuk, hogy Salgótarján mellé egy elkerülő épül, egy négysávos elkerülő, és Salgótarján és az országhatár között egy összekötő út épül szintén négy sávval, ami szintén 40-50 milliárd forintos nagyságrendű beruházás lesz. Ez azt jelenti, hogy a felvidék Losonc környéki térségét, tehát Losonc városának térségét és Salgótarjánt képesek leszünk összekötni. Tárgyalásokat kezdeményezünk a szlovák kormánnyal annak érdekében, hogy Losonc és Salgótarján között a közúti közlekedés érdemben javuljon. Különösen fontos döntés, hogy az összes barnamezős ipari területet szeretnénk reorganizálni Salgótarjánban. A megyeszékhely számára kórházfejlesztést ígértünk, illetve olyan szabadidős parkfejlesztést, amely a salgótarjániak szabadidejének kulturált eltöltését teszi lehetővé. Sportlétesítmények épülnek, egy 50 méteres fedett úszoda, futópálya és különböző sport események megrendezésére alkalmas létesítmények. Két dologban megállapodtunk, ami közös munkát igényel, tehát nem csak arról volt szó, hogy elmentünk Salgótarjánba, jól kitömtük a salgótarjáni baloldali önkormányzat zsebét pénzzel, majd onnan eljöttünk, hanem arabban állapodtunk meg, hogy együttműködünk Salgótarján önkormányzatával, mégpedig két fontos dologban, a történelmi egyházak és a salgótarjáni önkormányzat együttműködésében. Nyilvánvaló, hogy szeretnénk, hogyha a civil és közösségi élet erősebb lenne, és a történelmi egyházak lehetőséget kapnának Salgótarjánban az egyébként nehéz helyzetben lévő lakosság megsegítésére is. Ez nyilván az oktatásban, a szociális területen való szorosabb együttműködést keresi ez a föltételezés. A másik dolog, Salgótarján belvárosának az újjáépítésére is megállapodtunk. Salgótarján egy völgyváros, és ezért a beépítettség magas. A 60-as, 70-es években olyan épületek épültek, amelyek mára már előregettek, és abban állapodtunk meg Salgótarján városvezetésével, hogy az egész városközpontot újjáépítjük, közösen megtervezzük és közösen újjáépítjük. Úgy gondolom, hogy a kormány együttműködési készségét és hajlandóságát jól mutatja ez a döntés. Legközelebb Győrbe fog menni miniszterelnök úr, és ott fog Modern Városok program keretében megállapodást kötni Győr város vezetésével és a győri polgárokkal. A parlament ülésezik, és van néhány olyan törvényjavaslat és olyan parlamenti vita, amire szeretném felhívni a figyelmüket. Az egyik ilyen kérdés az a 300 négyzetméternél nagyobb ingatlanok engedélyeztetésének az egyszerűsítése a bürokrácia csökkentés jegyében. A tavalyi esztendőben 2016-ban 16 000-17 000 építési bejelentés történt, tehát a korábbi évekkel ellentétben nem 6-7 ezer magánépítkezés van, lakáscélú vagy otthonteremtési célú építkezés van, hanem 16-17 ezer a bejelentéseknek a száma. Most a kormány úgy döntött, hogy azoknak a társasházaknak szeretne segíteni, akik bővítést céloznak meg, és ezért a 300 négyzetméternél nagyobb magáncélú beruházásokat is mentesítettük a bürokrácia nehézségeitől, és elegendő a társasházak bővítéséhez egy bejelentés megtétele. Több generációs, több lakásos társasházi modelleket is szeretnénk, hogyha a polgárok igénybe tudnák venni. Ez reményeink szerint a családi otthonteremtési kedvezmény esetében is segítséget jelenthet. Köszönöm szépen azoknak a parlamenti képviselőtársaimnak a támogatását, akik ezt a javaslatot a kormánynak elfogadták. Nyilvánvaló, hogy a csikisör is napirenden volt a héten a parlamentben, és tegnap a kormányülésen is. A témának több megközelítése is van. Kezdjük a törvényjavaslattal, amelyben a tiltott önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú használatát fogjuk betiltani, reményeim szerint.
A parlament megkezdte ennek a törvényjavaslatnak az általános vitáját, amely azt jelenti, hogy Magyarországon a törvényjavaslat elfogadása esetén tilos lenne a kereskedelemben a nemzeti szocialista vagy a kommunista tiltott önkényuralmi jelképeknek a használata. Nagyon szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy előterjesztő képviselőtársaimmal közösen nyitottak vagyunk minden vitára, politikai, társadalmi, lakossági vitára, és természetesen jogi vitára is, de szeretném arra felhívni a figyelmét mindenkinek, aki az Alkotmánybíróságra vagy az Európai Bíróságra hivatkozott, jobban mondva az Emberi Jogok Európai Bíróságára, hogy az Európai Unió Bírósága az elmúlt években új irányt szabott a tiltott önkényuralmi jelképek alkalmazásával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy kereskedelmi vitákban és védjegy vitákban izgalmas döntések születtek. 2011-es az az Európai Bírósági Döntés, amelyben egy angol parfümgyártó cég azt kérte az Európai Bíróságtól, hogy a Szovjetunió címerét és politikai szimbólumait használhassa a forgalomba hozható címeren védjegyként. Az Európai Bíróság ezt a védjegykéremet elutasította, mondván, hogy Lettországban és Magyarországon, az ítéletben Magyarország is említve vagyon, az emberek érzékenységét és emberi méltóságát sérteni egy kommunista szovjet hatalom szimbólumának a használata és alkalmazása. Arra szeretnénk kérni a parlamentet, és mindenkit, függetlenül attól, hogy melyik politikai erőhöz tartozik, hogy azt mérlegelje, hogy a szabad véleménynyilvánítás mellett a kereskedelemben ezek a tiltott önkényuralmi jelképek használhatóak vagy sem. Senki nem akarja a szabad vélemény nyilvánítást korlátozni Magyarországon. Az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság is ezt fontosnak tartja és abszolútnak tekinti. Ezt mi elfogadjuk. Mi különbséget szeretnénk tenni a szabad vélemény nyilvánításhoz fűződő jog és a kereskedelmi szólásszabadsághoz fűződő jog között. És azt gondoljuk, hogy a kereskedelemben az emberi méltóság fontosabb, nem erősebb a kereskedelemhez fűződő jog, mint egy embernek a méltósága vagy az érzékenysége. Nem hiszem, hogy sörös dobozokat lehetne forgalomba hozni Hollandiában Horogkereszttel, és nem gondolom, hogy a Heineken 1951 és a 90-es évek között véletlenül cserélte le a vörös csillagot fehérre. Semmilyen Zsoltal, mi csak megnéztük, hogy a Heineken mit csinált 51-től a 90-es évekig, ott lecserélték a vörös csillagot fehérre, és ezt a Heineken gyakorlatot ültettük át parlamenti törvényjavaslatba. Ezt szeretnénk, hogyha Heineken ezt elfogadná és erre tekintettel lenne. Természetesen a tiltott önkényuralmi jelképek kereskedelmi használatának korlátozásában egy másik ügy is előkerült, ez pedig a csiki sör ügye, ahol Dávid és Góliát harca zajlik. A Heineken visszaél az erejével és a hatalmával, és ezt nem hagyhatjuk, hogy egy nagy cég a magyar érdek sérelmére visszaéljen a hatalmával és az erejével. Azt akarjuk, hogy minden magyar vállalkozás határon innen és határon túl érzékelje és tudja azt, hogy az érdekei nem sérülhetnek következmények nélkül. A magyar kormány minden magyar vállalkozásnak segítséget próbál nyújtani, akinek az érdekei sérülnek. Ezért is megyek el a sörgyárba, hogy felajánljam ezt a segítséget, és mindenkit meg fogunk védeni, aki magyar vállalkozóként egy nagy multinacionális cég hatalmának és hát lépéseinek az áldozata. Az ügy kapcsán csak megjegyzem, hogy szomorúnak tekintem, hogy március 17-én a Heineken csoport megtámadta az Európai Unió törvényszékén az Európai Uniós védjegyet, és kérte a törvényszéktől, hogy az igazi csikisört gyártó cég tulajdonosa számára a csikisör elnevezés megtiltásra kerüljön. Ezt azért mondom itt el, mert ritkán hangzik el a magyar sajtóban az elmúlt egy hétben, hogy két jogvita zajlott. Az egyik Romániában, a másik Brüsszelben. Romániában nyert a Heineken, Brüsszelben nyert a csikisör. Az európai védjegyvitában, az Európai Unió védjegyvitájában az igazi csikisörnek adtak igazat, és a Heineken ezt nem veszi tudomásul, hanem visszaélve a hatalmával el akarja lehetetleníteni ezt a magyar vállalkozást. Egy magyar parlamenti képviselőnek és egy magyar kormánynak az a kötelessége, hogy megvédjen minden magyar vállalkozást, és megvédje a magyar vállalkozás érdekeit egy nagy multival szemben, aki a hatalmát fitoktatja. Kormányülésen születtek más döntések is, például a belügyi tárgyú törvények módosítására teszünk javaslatot. 20 belügyi tárgyú törvény módosításáról folynak ötpárti egyeztetések is, hiszen van kétharmados részük. Ilyen a határellenőrzéssel kapcsolatos, a nemzetbiztonsági szolgálatokról kapcsolatos, a rendőrséggel kapcsolatos törvény, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásával kapcsolatos jogszabályjavaslat,
A polgárőrségre vonatkozó szabályok módosítása, az arcképfelismerési rendszerrel kapcsolatos szabályok módosítása. Ezeket a kormány azzal küldi az országgyűlés elé, és a belügyminisztert arra hatalmazta fel, hogy nyújtsa be a törvényjavaslatot és folytasson a parlamenti pártokkal egyeztetéseket. Ezek a törvények azt a célt szolgálják, technikai típusú törvényjavaslatok, hogy képesek legyünk Magyarországot megvédeni. A kormány egy gazdasági minisztériumi tájékoztatót is meghallgatott a Nemzeti Autóbuszgyártási Cselekvési Programmal kapcsolatban. 2016-ban fogadtuk el a Nemzeti Autóbuszgyártással kapcsolatos programot, és amit most a kormány megkapott jelentést, az arról szól, hogy a volántársaságok a döntésünk óta 232 darab buszt szereztek be magyar gyártótól, és további 180 darab csuklós busznak a megrendelésére kerül sor az Ikarusz 1. Kft-től. 2017 és 2019 között a magyar állam és cégei mintegy 1869 magyar gyártású autóbuszt fognak vásárolni. Emellett vásárolunk 20 darab egészségügyi szűrőbuszt, a belügyminisztérium részére 71 és a honvédség részére pedig 100 darab speciális autóbuszt. 3 év alatt a magyar állami tulajdonban vagy magyar állami vállalkozások tulajdonában lévő autóbuszpark érdemben is jelentősen fog megújulni. 2017-ben 6 milliárdot, 2018-ban 12 milliárdot, 2019-ben pedig 18 milliárdot fordítunk ezeknek az autóbuszoknak a megvásárlására. Én azt gondolom, hogy ez jól mutatja, hogy nem csak a levegőbe beszéltünk, hanem van lehetőség arra, hogy az állami megrendelések segítségével is egy nemzeti autóbuszgyártási kapacitás valósuljon meg és épüljön ki. A kormány részben ehhez csatlakozva a magyar acélgyártással kapcsolatos helyzetet is megtárgyalta, tehát foglalkoztunk azzal, hogy Magyarországon mennyi acél előállítására van lehetőség az ipar fejlesztése kapcsán. És itt át kellett néznünk azt, hogy a magyar gazdasági kapacitás Dunafer vagy Ózd esetében mi az, ami megmaradt, és mi az, ami újjáépítési lehetőséget szolgál. Nyilvánvalóan itt komoly eszközök bevetésére van szükség, állami segítségre van szükség ahhoz, hogy a jelenlegi kétszereplős magyar hazai acélgyártás, ami kb. 5000 embert foglalkoztat, az bővülni tudjon. A kormány meghívta a kormány ülésére Berkes István professzor urat, aki a sportegészségügy átalakításáért és reformjáért felelős kormánybiztos, miniszteri biztos, és két döntést hoztunk az Országos Sportegészségügyi Intézet jövőjével kapcsolatban. A testnevelési egyetem építkezése miatt a jelenlegi épülettömbből az Országos Sportegészségügyi Intézetnek ki kell költöznie. A Karolina út 27 szám alá költözik a 11. kerületben a volt ortopéd klinikára. Ennek a költözésnek június 30-ig kell végbe mennie. A költözés első szakasza folyik, az utolsó szakaszra pedig június 30-ig sor kerülhet. Természetesen a testnevelési egyetem építkezésétől függ a határidő betarthatósága is. Ugyanakkor döntöttünk arról, hogy ugyanezt az épületet, a 11. kerület Karolina út 27 szám alatti ingatlant kijelöljük arra, hogy hosszú távon ez legyen az Országos Sportegészségügyi Intézet. Tehát ez nem egy ideiglenes elhelyezés lesz, hanem egy észszerű és racionális döntés keretében a volt ortopédiai klinikából Országos Sportegészségügyi Intézet fölépítésére kerül sor. Tehát először lesz egy ideiglenes intézkedés, ami a jelenlegi épületek kiürítésére vonatkozik, és a feladatok továbbvitelére, és lesz egy nagy átalakítás, a sportegészségügyi ellátás reformja, fölkészülés már a 2020-as olimpiára is. Legkésőbb 2019 nyarára egy új világszínvonalú sportegészségügyi intézménynek kell létrejönnie, erre 10 milliárd forintot fog elkülöníteni a 2017-18-as költségvetésben a kormány a tegnapi döntés alapján. Ez azért nagyon fontos, mert Magyarországon 2010-ben 234 ezer igazolt sportoló volt, 2016-ban pedig mintegy 1,501 ezer igazolt sportoló volt, akiknek speciális sportegészségügyi ellátásra van szükségük budapesti központtal, egy országos intézettel és regionális egészségügyi ellátó intézmények keretében is, amelyek működnek, tehát a klinikákhoz, illetve kiemelt egészségügyi ellátó intézményekhez kapcsolódva. Berkes professzor úr arról is tájékoztatott bennünket, hogy egy új 21. századi egészségügyi, sportegészségügyi intézetnek mi lenne a lényege, hogyan kell ennek működnie, mik a nemzetközi sztenderdek. Tehát beszéltünk egy ideiglenes megoldásról, és beszéltünk egy 2019-ig
megvalósított kiemelt jelentőségű ellátásról is, ami a magyar sport sikereihez nagyban járulhat hozzá. Az olimpiai pályázat lezárásával kapcsolatos jelentést is megtárgyalta a kormány. A pénzügyi elszámolás megtörtént, az olimpiai pályázat lezárásra került, a központi költségvetés eredetileg 19,1 milliárd forintot szánt az előkészületekre, ebből a föl nem használt rész 12,6 milliárd forint, amely visszautalásra kerül a költségvetésbe. A Budapest 2027 non-profit zártkörű részvénytársaság pedig felszámolásra kerül. A kormány döntött arról is, hogy a tegnap megjelent kormányhatározathoz képest, amely a Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonába tartozó állami vállalatoknál egy komoly béremelést irányoz elő most és a következő években, a vízügyi ágazatban is béremelést rendel el. 5000 olyan munkatársunk van, aki az Országos Vízügyi Főigazgatóság és más intézmények keretében Magyarországon az árvízvédelemmel és a belvízvédelemmel foglalkozik, az ő esetükben is béremelésre kerül sor a Belügyminisztérium és a Gazdasági Minisztérium előterjesztése alapján. A stratégiai kabinet jelentését elfogadta a kormány arról, hogy szűrővizsgálatok indulnak Magyarországon a népegészségügyi program keretében, még az idén. A jelentés arról szólt, hogy milyen a magyar népegészségügyi helyzet, illetve milyen beavatkozásra van lehetőség. Magyarországon vannak olyan betegségek, betegségtípusok, ahol a szűrések rendkívül sokat segíthetnek a magyar választópolgároknak. Egy új fejezetet nyitunk az egészségügy működtetésében és az egészségügyi ellátásban, amikor a magyar kormány komoly szűréseket biztosít 2017-ben és 2018-ban. Ez emlőszűrés, méhnyakszűrés, vastag és végbélszűrés és a keringési rendszer megbetegedéseivel kapcsolatos szűréscsoportok lesznek. Három programra, három célcsoportra fogunk koncentrálni, gyerekekre, nőkre, illetve az aktív, munkaképes korú lakosságra. Mint ismeretes, Magyarországon tavaly 126 ezer ember halt meg, az ő számuk érdemben és jelentősen lenne csökkenthető, ami demográfiai szempontból különösen fontos, tekintettel arra, hogyha szűrővizsgálatok nagyobb arányban lennének Magyarországon. Ez nem csak azt jelenti, hogy hány szűrővizsgálat van egy évben, hanem azt is, hogy hányan vesznek részt. Ennek érdekében szűrőbuszok beszerzésére kerül sor. 20 speciális buszt vásárol az állam, amelyből 10 mammográfiás új szűrőbusz lesz a vidéki lakosság leszűrése érdekében. A 40-45%-os átszűrési arány helyett egy 70%-os átszűrtség esetén már érdemben javulnának a megbetegedés és halálozási arányok Magyarországon, tehát egy nagy népegészségügyi program kezdődik 20 új szűrőbusz beszerzésével, az előbb felsorolt szűrések igénybevételének megnyitásával. A stratégiai kabineten döntöttünk arról is, hogy az M25-ös Eger és M3-as autópálya közötti gyorsforgalmi utat hogyan fogjuk bővíteni. 18 milliárddal megemeltük a költséget annak érdekében, hogy olyan le- és fölhajtó pályák létesüljenek, amely Eger, Heves megye és a környékbeli lakosok érdekeit szolgálják. A gazdasági kabineten döntöttünk vállalkozások támogatásáról munkahelyteremtő támogatás céljából, munkahelyteremtések érdekében. Döntöttünk arról, hogy az Európai Uniós források felhasználását segítjük azzal, hogy a halgazdálkodási operatív program, tehát a halászok számára 16 milliárdos Európai Uniós fejlesztési program kerül kiírásra. Szeretném még azt is elmondani, hogy a kabinetek elfogadtak egy tájékoztatót, ami arról szól, hogy a kormány tartja a szavát. Tartottuk a szavunkat akkor, amikor azt ígértük, hogy 2007 és 2013 között nem lesz forrásvesztés, minden az Európai Unióból visszakapott pénzt ki fogunk tudni osztani. Örömmel jelenthetem a program lezárását és azt, hogy Magyarország előkelő helyen végzett a versenyben, hiszen a rendelkezésre álló keret mintegy 110%-át tudta lekötni. Brüsszellel a pénzügyi elszámolások lezárásra kerülnek június 30-al. Tartottuk a szavunkat akkor is, amikor azt mondtuk, hogy 2014 és 20-ban gyorsabbak leszünk. Ez azt jelenti, hogy Magyarország a rendelkezésre álló 8921 milliárd forintos keretet március 31-ig pályázatok formájában hozzáférhetővé teszi. Azt szeretném jelezni önöknek, hogy március 31-ig a 8921 milliárd forint 100%-a pályázati fölhívásban megjelenik. A mai napon 97%-os a pályázati fölhívás.
Eddig 123 ezeren pályáztak ilyen típusú forrásra, 23 ezer eredmény került kihirdetésre, és 4 ezer milliárd forint került már lekötésre. Ezekkel az adatokkal V4 és európai összehasonlításban is Magyarország a legjobban teljesítő országok közé tartozik. Sereghajtóból az ére törtünk, ami a források felhasználását illeti. A gazdasági kabinet, a stratégiai kabinet döntéseit a kormány elfogadta ezekről. Egy rövid áttekintést adtam, és a kormány döntéseit pedig ismertettem. A kormány megtárgyalt egy jelentést még a választási bizottság döntésével kapcsolatban, ami a paksi atomerőmű kapacitás fenntartásával kapcsolatos népszavazási kezdeményezést illeti. Mint elmondtam, önöknek a kormány tiszteletben tartja a kezdeményezést és a választási bizottság döntését is. Tehát érveink világosak. Magyarország számára a paksi atomerőmű az olcsó áramot jelenti, szerintünk erre az országnak szüksége van, és meggyőződésünk szerint ez a választópolgárok érdekét szolgálja. Miután választások következnek, lesznek olyan választási pártok, akik a választási programjukban a paksi atomerőmű ügyével próbálnak kampányolni. Mi ezt természetesen nem tartjuk helyesnek, mert a helyes dolog az, hogyha mindannyian azt támogatjuk, hogy a választópolgárok olcsó áramhoz jussanak. Ez volt a kormány álláspontja. Ennyit szerettem volna előre bocsátani, és előre előjárójában elmondani. Miniszter úr, köszönöm szépen. Magyar Időknek adom meg először a kérdést. Köszönöm, Szalai Laura vagyok a Magyar Időktől. 9 év folyamos iskola kapcsán kérdezném miniszter urat, hogy miről zajlik jelenleg vita a kormányon belül, milyen ellenérvek merültek fel a bevezetése kapcsán. Ugye Palkovics László oktatási államtitkár nem olyan rég még azt mondta, hogy hatékony lenne az iskola rendszer ilyen irányú átalakítása. Az országnak szerencsére a kormányban nem oktatástudósok ülnek, és ezért nem a kormány tagjai és nem a miniszterek mondják meg azt, hogy 9 osztályos legyen-e a köznevelés, vagy pedig 8. A kormány áttekintette azt az előkészítő munkát, amit Palkovics államtitkár kollégánk végzett a köznevelés átalakításával, az új nemzeti alaptanterv megalkotásával kapcsolatban. És ennek egy olyan része volt a 9 osztályos általános iskolai képzésnek a bevezetése, amely körül nagy vitát a jelentés nem jelzett. Ezek után a kormány felhatalmazta Palkovics államtitkár urat arra, hogy a köznevelési kerekasztallal vitassa ezt meg, és amennyiben emellé konszenzus, támogatás teremthető, akkor mi készek vagyunk ezt a szakmai javaslatot akceptálni, és elfogadjuk azt, hogy a magyar oktatási szakemberek szerint a 8 osztály helyett 9-re van szükség. Tehát a kormány meghallgatta ezt a jelentést, a kormány nem oktatási szakértőkből áll, és ezt a kérdést azokra bízza, akik az oktatási kerekasztalban, a köznevelési kerekasztalban szakemberként részt vesznek. Nehéz ebben jó döntést hozni azért, mert, mint talán ön is tudja, vannak európai országok, akik bevezették a 9 osztályos képzést, majd visszatértek a 8 osztályosra, és vannak fantasztikusan teljesítő országok, ahol pedig már régóta a 9 osztályos modell működik. A kormány számára megfogalmazott jelentés az azt a modell tartalmazta, amikor az óvoda és a 8 osztály közé illeszkedik be egy átmenet, tehát nem a 8. után lesz 9., hanem az első előtt lesz 0., vagy ott történik valamiféle átmeneti képzés. Ennek a részletei még egyelőre nem kidolgozottak, a szakmai egyeztetés függvényében valósíthatóak meg. Sok olyan pedagógussal találkoztam, aki szerint ez jó megoldás lehetne. És ön szerint várhatóan mikor vezethetik ezt? Leghamarabb a 2018-19-es tanévekben, fölmenő rendszerben. Köszönöm. A másik kérdésem, hogy hol tart a nyomozás 4-es metró ügyében? 4-es metró ügyében büntetőfeljelentést tettünk. A büntetőfeljelentés kapcsán ismeretlen tettes ellen az ügyészség elrendelte a nyomozást, a dokumentumok bekérése van folyamatban, minden szükséges iratot rendelkezésre bocsájtunk. Másrésztről az Európai Bizottság által megküldött fölhívásokat, magyar nyelvű fölhívásokat átadjuk a fővárosnak. A főváros egyébként az előzetes álláspontját már írásban megküldte a kormánynak. Tehát egyelőre az Európai Bizottságnak válaszolunk, és a nyomozáshoz szükséges dokumentumokat pedig az ügyészség rendelkezésére bocsátjuk. Köszönöm. És mi indokolja a pénzmosás elleni szabályok szigorítását, illetve az ön tudomása szerint van-e magyar érintett az orosz pénzmosási ügyben? Erre egyelőre nem tudok válaszolni, mert nyilvánvalóan a Nemzetbiztonsági Kabinet ezeket az információkat fogja tárgyalni. Tegnap a kormány és a kabinetek ezzel nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel még, illetve ilyen tájékoztatásra nem került sor.
Először is Magyarország több nemzetközi egyezménynek is a részese, amely a pénzmosással kapcsolatos, és az Európai Unión belül és más pénzügyi szervezetekkel közösen együttműködve nekünk az a kötelességünk, hogy a pénzmosás lehetőségét Magyarországon kizárjuk, vagy jelentős mértékben csökkentsük. Tehát itt is az az érdek, hogy Magyarország egy transzparens és átlátható ország legyen. 2000-ben már az Orbán kormány idején, az első Orbán kormány idején olyan lépések születtek, amelyek Magyarország nemzetközi megítélését érdemben javították, hiszen a pénzmosás elleni jogszabályok Magyarországon szigorúbbak lettek. Egy ország megítélését nagyban befolyásolja, hogy milyenek a pénzmosással kapcsolatos szabályok. Magyarországon szigorú szabályok vannak, és készek vagyunk ezeket folyamatosan szigorítani nemzetközi partnereinkkel való együttműködés jegyében. Ennek egyik módja például a készpénz használat jelentős csökkentése, ami az elmúlt években folyamatosan történik. Köszönöm. M4. Köszönöm, Baka Zoltán vagyok. Két kérdésem volna, Lex helyének ennel kezdeném. No. Tájékoztatták a miniszterelnököt a benyújtás előtt a javaslat tartalmáról. Mi volt az ő véleménye a benyújtott formájában? Tartja ezt támogathatónak, vagy ő is azt gondolja, mint mondjuk Kósa Lajos, hogy bizonyos módosításokat azért kell rajta ejteni? Tájékoztattam a miniszterelnök urat és támogatta. A benyújtott formájában? Igen. Köszönöm. Másik kérdésem, Vizes VB, mikor múltkorában bejelentette, hogy a közbeszerzési szabályok szigorításáról döntött a kormány, és bevezették a többletköltséglimiteknél a különböző intézkedéseket, igazságügyi szakértők, illetve 30% fölött le kell fújni a pályázatot. Ez akkor azt mondta, hogy ez a Vizes VB-re is vonatkozni fog. Minden folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás esetében vezettük ezt be. A hazai forrásból való beruházásoknál azért nem vezettük be, hogy azért nem értelmeztük ezt külön, mert a hazai forrásból való beruházásoknál az NGM dönti el, hogy van megfelelő mennyiségű több pénz vagy nincs. Ha megengedi, akkor erről egy kicsit hosszabban válaszolnék. Az első megjegyzésem az, hogy Magyarországon, és ezt úgy gondolom, hogy akik az építőiparban tevékenykednek, vagy a megrendelői oldalon vannak, vissza tudják igazolni. Nagy különbség van, időbeli különbség egy beruházás eldöntése, megtervezése és kivitelezése között. Tehát én önmagában azt, hogy egy beruházás megvalósulása, egy közbeszerzés eredménye drágább, mint amennyi a tervezés időpontjában volt, ez önmagában nem jelent semmiféle visszaélést vagy korrupciót. Ezt szeretném aláhúzni a korrektség és a egyértelműség kedvéért, hiszen vannak olyan beruházások, amelyeket 2010-ben, 2012-ben terveztek meg, és 5 évvel később indul el a beruházás. Nyilván 5 év alatt volt árdrágulás, az azt jelenti, hogy az eredeti költségvetésből vélhetően ezek a beruházások nem megvalósíthatóak. Az a kérdés, hogy amelyek az Európai Uniótól visszakapott pénzből valósulnak meg, azoknál milyen szabályokat alkalmazunk, tekintettel arra, hogy 2010 és 2014 között a legtöbb fejlesztés ilyen forrásból ment. A kormány úgy döntött, hogy 15% eltérés esetéig, arról az esetről van szó, amikor valaki kiír egy közbeszerzést, és a beérkezett ajánlatok magasabbak, mint a rendelkezésre álló költségkeret. Ha megkötésre kerül a szerződés, akkor már más a helyzet, mert azt a közbeszerzési törvény szabályozza, hogy mi a helyzet 10-15%-os vagy annál nagyobb eltérésnél. Van, amikor új közbeszerzést kell kiírni. Tehát bennünket csak az az eset érint, amikor a közbeszerzés kiírása után, de még a döntés előtt áll elő az a helyzet, hogy a legolcsóbb ajánlat is drágább, mint amennyi pénze a közbeszerzés kiírójának van. És ez ráadásul EU-s forrásokhoz köthető. Ebben az esetben azt a döntést hozta a kormány, és egy kormányrendeletet fogadott el, hogy 15% eltérésig az Európai Uniós forrás gazdája dönt, 15-30% között a gazdasági miniszter dönt igazságügyi szakértő kirendelésével, és 30%-os eltérést meghaladó esetben pedig a beruházást nem tudjuk megvalósítani. Újra kell kezdeni az egészet. Ez az alapdöntés. Ettől azt várjuk, hogy egy világos, átlátható és transzparens szabályozás lesz. Tavaly 1300 milliárd forintnyi forrásra emelés történt. Ezeknek a nagy része 15%-os eltérés alatti volt. És természetesen a kormány ezt kiterjesztően értelmezte, például a Puskás stadion esetében. Annak ellenére, hogy ilyen szabály kötelező jelleggel nem volt, és azt tudom mondani, hogy az eltérések esetében minden állami kiírónak figyelemmel kell lennie erre a rendeletre, tehát ugyanezek a szabályok figyelembe vehendőek. Akkor legyünk egyértelműek, a Vizes VB projekt kapcsán ez a bizonyos szabályozás, ez nem érvényesíthető, nem használható, mert ez kivételt jelent? Nem jelent kivételt. Még egyszer mondom, az Európai Uniós pénzből megvalósuló beruházások esetén kötelező, egyébként pedig figyelembe kell venni, és itt hozzátenném, hogy a Duna Arena
közbeszerzési kiírásakor megjelölt összeg és a bekerülési költség között nincsen ilyen különbség. Köszönöm. Most persze mi adja a félreértést a Duna Arena, a Puskás Stadion és minden más esetében, és mi adja a támadási lehetőséget? Azt, hogy ezeknek a beruházásoknak a tervezése és az előkészítése évekkel ezelőtt kezdődött el, konkrét tervek nélkül. Még a tervek sem voltak meg, amikor árakról beszéltek a megbízók, a tervezők, a projektmenedzserek, a politikai érdekeltek és az ellenfelek is. Ezért rengeteg összeg elhangzik egy-egy ilyen beruházás előkészítése kapcsán, de egyetlen egy összegnek van valódi lényeges következménye, az pedig az, amit a megbízó, a beruházás gazdája megjelöl a közbeszerzési eljárás kezdetén. Amikor elindítja a közbeszerzési eljárást, akkor le kell írnia azt, hogy ő mennyire becsüli a költségeket. A Puskás Stadionnál 180 milliárdra becsülték a költséget, és 38 milliárdra becsülték a Duna Arénához. Ehhez a becsült költséghez képest a beérkező legolcsóbb ajánlat mind a két esetben a 15% alatti határban volt. Természetesen az elmúlt 3-4 esztendőben rengeteg becslés, jóslat, okkultista remény fogalmazódott meg, hogy ez majd mennyibe fog kerülni, egy-egy nagy beruházás mennyibe fog kerülni. De ennek a tervekhez, a költségbecsléshez és a valós számokhoz semmi köze nem volt. Mondhatta bárki. Én azt tekintem irányadónak minden egyes ilyen vitában, hogy amikor már a közbeszerzési értesítőben megjelenik a közbeszerzési fölhívás, a beruházás gazdája az mit ír oda, hogy ez valahogy mennyibe fog kerülni, és ehhez képest nem lehet 30%-nál nagyobb költség. Ehhez képest, ha 15 és 30% közötti eltérés van, akkor jobban teszik, ha igazságügyi szakértőt hívnak, vagy jobban teszik, hogy az egész közbeszerzést újraindítják. Ez a kormány álláspontja. Pesti srácok. Köszönöm szépen, Szarvas Szilveszter vagyok a Pesti srácoktól. A miniszter úr említette, hogy Székelyföldre látogat az a Csikisör manufaktúrához. Korábban pedig úgy nyilatkozott, hogy még nem nagyon fogyasztott sört életében. Nyilvánvalóan meg fogják kínálni, megkóstolja az. Igen, most megteszem, de majd csak a hivatalos program után. Értem. És nem bírom az alkoholt, tehát ezért aztán muszáj óvatosnak lennem. Azt is mondta, hogy a kormány segítségét is felajánlja. Igen, mindenképpen. Milyen segítségről van szó? Nézze, a következőt szeretném elmondani, én kaptam hideget-meleget az elmúlt egy hétben, pártállástól függetlenül tulajdonképpen mindenkitől, és miután majdnem a teljes magyar sajtó hülyévé nyilvánított, tisztelet a kivételnek, és a politikai erőtérben is döntően olyanok szólaltak meg, akik kétségbe vonták a javaslat észszerűségét és logikus voltát, ezért biztos vagyok abban, hogy jó az irány. Tehát ez meggyőzött arról, hogy amit ahol keresgélünk, az jó irány. Én nekem az a véleményem, hogy egy magyar parlamenti képviselő, aki esküt tesz a hazája szolgálatára, és egy kormány, ami az ország érdekeit kell, hogy megvédje, ilyen ügyeket, amikor egy nagy gazdasági, multinacionális vállalkozás lábbal tipor egy hozzáképest kicsi és jelentéktelen magyar érdeket, mindenképpen meg kell védenünk. Minden magyar érdek védelmet érdemel. És egy képviselőnek az a kutya kötelessége, és egy kormánynak is, hogy megpróbálja megvédeni a különböző magyar érdekeket az ország határain belül és az ország határain kívül is. Ezt nem lehet egy várándítással elrendezni, és nem lehet egy legyintéssel elrendezni, hogy ilyen a világ, tudomásul kell venni, merjünk kicsik lenni, a nagyok nagyok, stb. És széllel szemben nem lehet. Igenis küzdeni kell, igenis harcolni kell. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a magyarok között kellene lenni annyi összetartásnak és egymás iránti felelősségnek, hogy pártállástól függetlenül ilyenkor mindenkinek csatába kell bocsátkoznia, és meg kell védeni a magyar érdeket. Én nem tudom, hogy a sörgyár tulajdonosai már, mint az igazi csiki sörgyár tulajdonosai kiradják a szavazatukat, melyik pártnak a szimpatizánsai, vagy foglalkoznak egyáltalán politikával. Fogalmam sincs ezzel kapcsolatban. Nekem az a kötelességem, én úgy értem, úgy gondolom, és nem csak nekem, hanem a képviselőtársaimnak is, hogy megpróbálják a nemzeti érdeket mindenhol védeni. És ehhez hozzá kell szokni, hogy lesznek konfliktusok, lesznek üzleti viták, lesznek gazdasági viták, ahol igenis a közélet szereplőinek nem csak egymást kell tudni szídniuk, hanem közös érdekvédelmi politikát is kell folytatniuk. És itt szeretném azt megjegyezni, hogy aránytalan a Heineken politikája, mert ágyúval lő egy verébre. Az igazi csiki sör sem Magyarországon, sem Romániában, Erdélyben semmiféle gazdasági érdeksérelmet a Heinekennek nem okoz. Nem véletlen, hogy két európai fórumon is az igazi csiki sörnek adtak védjegyoltalmat, és az igazi csiki sörnek adtak igazat. Egyébként a Heinekennel stratégiai megállapodása van a kormánynak,
A Heineken magyarországi befektetéseit értékeljük, becsüljük, munkaadói tevékenységét akceptáljuk, és azt reméljük, hogy megjön a józan esze, és megállapodik az igazi csiki sörrel az élni és élni hagyni jegyében. Mert erre van lehetőség, és naponta születnek olyan védjegy használati megállapodások, amely egy kis céget élni hagynak egy nagy multinacionális vállalkozás mellett. A hollandok is védik az érdekeiket, és mi is védeni fogjuk az érdekeinket minden egyes esetben. Köszönöm, hogy ezt mondja, mert meg is akartam kérdezni, hogy mi a véleménye arról, hogy a Lex Heineken ügyben a baloldali politikusok is aktivizálták magukat. Igen. Jellemzően a Heineken mellett foglalnak állást, és például Burány Sándor, szocialista képviselő úgy fogalmazott, hogy ez egy román vita. Burány Sándor mondott ennél vadabbakat is, mert azzal kezdte, hogy a igazi csikisör az egy rossz sör. Erről a vásárhelyi kocsmákban más a vélemény. Én ott tájékozottam, ott azt mondták, hogy ez egy jó sör, de a lényeg az, hogy ez egy magyar vállalkozás, magyar érdek. Én azt szeretném, ha egyszer lenne olyan baloldali pártja ennek az országnak, amely fontosabbnak tartja a nemzeti érdeket a pártérdeknél. És nem az a fontos, hogy kinek milyen színű a pártakönyve, hanem hogy mindannyian föl tudjunk sorakozni a nemzeti érdek mellett. Próbáljuk ki, hogyha Magyarország vagy egy magyar cég, mondjuk egy román nemzetgazdasági érdeket veszélyeztet. Ott képesek összefogni valamilyen rejtélyesoknál fogva a különböző pártok, annak érdekében, hogy megvédjék a saját érdekeiket. Köszönöm, és ezt lezárva, ugye említette, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is támogatja a törvényjavaslatot a jelenlegi formájában. Tehát ez azt jelenti, hogy például az ismert tornacipőgyártó cég, vagy az ismert ásványvízgyártó cég sem használhatja majd a vörös csillagot. Két vitáról van szó. Az egyik szól az emberi méltóság védelméről, és szól arról a különbségtételről, hogy először is van a szabad véleménynyilvánításhoz fűződő jog, ami mindenkit megillet és korlátozhatatlan, ez a magyar joggyakorlat és ez a magyar elv és rendszer. Ehhez senki nem kíván hozzányúlni. Hogyha egy politikus vörös csillagot tűz a gombjukára, és azzal fog kampányolni a következő egy évben, ez jogában áll, ezt nem akarjuk korlátozni, mert úgy gondoljuk, hogy ez ellentétes lenne a szabadság eszményével és az ország érdekeivel. De ettől független a kereskedelemben használt szimbólumok rendszere. És én tiszteletben tartom Kossuth frakcióvezető úrnak és más jogászkodóknak a véleményét, aggodalmát a megvalósíthatóság tekintetében, csak még semmi jogi érvet nem kaptam. Minden jogi érv előtt nyitott vagyok, félreértés ne essék. Az előbb a kollégának is válaszolhattam volna ezt, hogy természetesen minden jogi érvet meghallgatunk, de azt a fajta hozzáállást, ami sajnos az elmúlt 30 vagy 40 évben Magyarországon mély gyökereket vert, hogy minden fölvetésre azt kapja az ember, hogy miért nem lehet megvalósítani, ezt én rendkívül unom személyesen is, megmondom őszintén. Tehát én azt gondolom, hogy ami más nemzeteknek sikerül, nálunk kisebb nemzeteknek sikerül, az nekünk is sikerülni kell. Tehát ez az én meggyőződésem. És anélkül, hogy a jogi vitákba belemenjek, mert volt nekem vitám az igazságügyminisztériumban, félreértés ne essék, és lesz is még ennek az ügynek kapcsán, és még a parlamentben is lesz erről vita, és lesz idő is, hiszen most egy 3 hónapos Európai Uniós kodifikáció kezdődik, hiszen az Európai Bizottságnak ki kellett küldeni ezt a javaslatot. Az Európai Bizottság meg fogja vizsgálni, és ott is le kell folytatni majd egy vitás eljárást. Utána ez a 3 hónap még 3 hónappal Brüsszelben meghosszabbítható, és majd utána kerül vissza a magyar parlament elé. Tehát vitára bőségesen lesz idő. Csak azt szerettem volna jogilag megértetni, de nem sikerült, mert a sajtó egy része nem volt vevő erre a vonalra, hogy van az Európai Unió területén egy új joggyakorlat, ami nem volt meg 2003-ban vagy 2000-ben, és 2005-6-ban sem. Csak az utóbbi néhány esztendőben hozott olyan ítéleteket az Európai Bíróság, ahol az önkényuralmi jelképek közül a kommunizmus jelképei is az Európai Bírósági Gyakorlatba, mint önkényuralmi jelkép került be, amit a kereskedelemben nem lehet korlátlanul használni. Én nem vagyok egy focista, de azt mesélik a barátaim, és úgy hallom, hogy ez igaz, hogy amikor a Real Madrid arab országban játszik, akkor a Real Madrid, mint brand, mint reklám nem használja a koronában lévő keresztet. Nem tudom, hogy ez így van-e, de ezt olvastam valahol. Hát hogyha ez lehetséges, akkor miért nem fogadható az el, hogy Magyarországon létezhetnek olyan emberek, mint ahogy Lettországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban is, akinek az emberi méltóságát, az érzékenységét sérti az, hogyha vörös csillagból kell innia, vagy egy vörös csillag néz vele szembe. Ráadásul még egyszer mondom, maga a Heineken vezette be ezt az intézkedést. A Heineken 1951-ben úgy gondolta, hogy a vörös csillag használata a Szovjetunió kommunista szimbóluma, és az sérti mások emberi méltóságát. Én csak annyit szeretnék, hogy ezt gondoljuk újra végig közösen, és ha egyszer ezt már megtette ez a cég, akkor ezt tegyük meg.
Ez nem független attól, félreértés ne essék. Burány Sándor azt is mondta, hogy ez egy bosszú, és hogy ez szemet szemért elv. Ez szemet szemért elv, de nem a bosszú jegyében, hanem az ótestamentum jegyében. Köszönöm. Végezetül egy ex-titkos szolga interjút adott az Indexnek, amelyben úgy fogalmazott, hogy elhárítás, tehát orosz ügyekben az elhárítást lefolytja a politika. Mi a véleménye erről? Az az igazság, hogy nem tudom nem figyelembe venni, úgyis, mint az információs hivatalt felügyelő miniszter, hogy az Indexen rendszeresen jelennek meg bizonyos újságírók tollaiból titkosszolgálatokkal kapcsolatos információk. Szerintem ez nem véletlen. Ha megnézi a magyar sajtó palettát, és megnézi a kormánnyal szemben álló vagy ellenzéki attitűdő sajtót, amihez természetesen joguk van, félreértés ne essék, nem erre vonatkozik a megjegyzésem, akkor az Index az egy olyan sajtóorgánum, ahol rendszeresen néhány újságíró tollából nemzetbiztonságot érintő újságcikkek jelennek meg, amelyek szerintem koncepciózusak, szerintem egy bizonyos beállításból fordítják le az eseményeket. És ezt én nem tartom véletlennek. Nem tudom, hogy mi van mögötte, csak én ezt nem tartom véletlennek, ezt akarom önnek mondani. Ez az egyetlen egy olyan sajtóorgánum, ami egy ilyen speciális nemzetbiztonsági érdeklődésre, képességre, tudásra tesz valahonnan, valakitől rendszeresen szert. Nem tudom, hogy honnan, nem tudom, hogy milyen motivációval, nem tudom, hogy kik befolyásolják őket, és nem tudom, hogy milyen céllal. De hogy itt nemzetbiztonságot érintő cikkek jelennek meg rendszeresen meghatározott köröknek a tollából, ez teljesen világos. Hát nézze vissza az elmúlt 3 év összes cikkét. Köszönöm szépen. Igen, miniszter, hogy egy dolgot tegyünk hozzá. Én lefokozott és elküldött sértett ember nyilatkozatáról van szó. Ez mindig így van, Zoltán, ez mindig így van, de hogy van az, hogy ez mindig ebben a sajtóorgánumban manifestálódik? Milyen bekötése van valamilyen titkosszolgálathoz, vagy milyen titkosszolgálati szála van az Indexnek, ezt jó volna egyszer tisztázni. Magyar Fórum. Köszönöm szépen, Medvecki Attila, Magyar Fórum. Miniszter úr, ha egy titkosszolgálati vagy ex-titkosszolgálati ember a mindenkori szolgálat munkáját hiteltelentíti el, akkor az ellen felszoktak lépni, hát ha gondolhatunk például a Snowden ügyre. Most Katrin Ferenc kijelentésének mi lesz a következménye? Lehet-e büntetőjogi? Vagy... Igen, de ezt nem a kormánynak kell megvizsgálni, hanem nyilvánvaló a belügyminisztériumnak, illetve az ottani titkosszolgálatoknak. Ennek van egy rendszere, hogy egy szolgálati jogviszonyból mi következik a későbbiekre nézve, milyen fegyelmi, függelmi viszonyok vannak. És ezt nyilvánvaló elemzik ezt a szöveget, és mérlegelik ezt a kérdést, hogy van-e jogsértés, vagy nincs jogsértés. Ezt én megítélni nem tudom, és félreértés ne essék, fönntartásokkal kezelem ezeket a cikkeket, mert ezek mind motiváltak. Igen, ugye többször mondta miniszter úr, hogy Magyarországon virágzik a sajtószabadság, de most ugye a Katrin által előadott rableum és azért eléggé súlyos állításokat tartalmaz, mert hát ugye mondjuk azt, hogy a magyar politika Putyintól való félelme miatt nem számolta fel a magyar nemzeti arcvonalat, Putyin orosz extrémistái is benne voltak a szervezetbe, amelyet ugye ennek a vezetőit rabló gyilkossággal gyanúsítják. Na most, akik ezt olvassák, azt hihetik, hogy a nemzetbiztonsággal, a magyar titkosszolgálatokat hosszú évek óta Putyin irányítja. Igen, de ez hülyeség. Tehát, na, de ez belefér a sajtószabadságba? Igen, természetesen belefér. Ad nekünk a kormányból arra kérdésre kell választ adni, hogy biztonságban van-e az ország, és mi mindent megteszünk-e annak érdekében, hogy biztonságban legyen. Magyarország biztonságban van, és mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy biztonságban legyen. Nézze meg, hogy 2010 óta az ország biztonságának érdekében milyen lépéseket hoztunk. És ha megkérdezi a választópolgárokat, azok erről hasonlóképpen gondolkodnak. Egy olyan országban, ahol felére tudtuk csökkenteni az elkövetett bűncselekményeknek a számát, radikálisan tudtuk növelni a rendőrség létszámát, és képesek voltunk megvédeni magunkat a bevándorlási krízis idején, abban az országban minden kockázat nélkül ki lehet jelenteni, hogy az ország biztonságban van. Hogy Magyarországot érik-e befolyásolási kísérletek, erre Orbán Viktor a Salgótarjáni sajtótájékoztatóján világosan és egyértelműen megválaszolt. Igen, Magyarországot a földrajzi helye és fekvése miatt nyilvánvalóan érik különböző befolyásolási kísérletek, amitől az a kötelességünk, hogy megvédjük magunkat, és mi meg is védjük magunkat. Igen, de ha hozzáveszünk mondjuk a Jakubinyi Róberthez kapcsolódó ügyet, az újságolvasó számára szinte anarchikus állapotot sugall. Tehát... Igen, de ez mese, ez a mese kategóriába tartozik. A magyar elhárítás és a magyar hírszerzés meggyőződésem szerint nehéz körülmények között,
de jó munkát végez. Azt tudom önnek mondani, hogy minden kétséget kizáróan merem azt állítani, és kockázat nélküli állítás az, ha azt mondom, hogy 2010 előtt a hírszerzést és az elhárítást is tudatosan gyöngítették le. Inkább ezt kellett volna megvizsgálni akkoriban, hogy ennek mi az oka, hogy tudatosan építették le és gyöngítették le a magyar hírszerzést és a magyar elhárítást. Ehhez képest mi ezeket a szervezeteket emberben, létszámban, fizetésben, eszközben megerősítettük, méghozzá nagyon. Pontosan azért, mert érezzük ezeket a befolyásolási kísérleteket, és nem babra megy a játék, ami az ország gazdasági helyzetét, a fekvését és a közép-európai és nemzetközi politikai viszonyokat illeti. Utolsó kérdésem a nyugdíjügyel kapcsolatos, hogy mennyivel érnek többet jelenleg a nyugdíjak, mint néhány évvel ezelőtt, mert a baloldal szerint az 1,6%-os nyugdíjemeléssel becsapta a kormány a nyugdíjasokat, és azt mondják, hogy az infláció már februárban megközelítette a 3%-ot. Ennek van valami valóság alapja, vagy pedig a választási kampány részének tekinthető? Annak mindig van egy speciális bukéja, hogyha azok védik a nyugdíjasokat, akik elvették tőlük a 13. havi nyugdíjat. Itt mindig a lelkiismeret dolgozik ezekben az emberekben szerintem, mert azért nem a Fidesz vette el a 13. havi nyugdíjat a nyugdíjasoktól, meg a közalkalmazottaktól a 13. havi fizetést. Ez ugye a választásokhoz közeledve, mégiscsak politikus lennék, a véremből valahogy előjönnek ezek a megjegyzések, nézzék el nekem. Mi azt vállaltuk, hogy megőrizzük a nyugdíjak fizetőértékét és reálértékét 2010 után. Ehhez képest számos olyan lépést tettünk, amely megerősítette a nyugdíjak vásárlóértékét, nem csak megőrizte. Ilyen volt a rezsicsökkentés. Azért az mégsem mindegy, hogy egy nyugdíjon, mondjuk egy 100 000 forintos nyugdíjon belül az ember 20-25-30 ezer forintot, vagy 15-18 ezer forintot fordít a rezsire. Ez egyáltalán nem közömbös és nem mindegy, és azért az én választókörzetemben én rendszeresen találkozom olyan nyugdíjasokkal, akik elmondják, hogy mennyit fordítottak korábban rezsire, és most mennyibe kerül ez. Nem vitatom el, hogy egy olyan országban, ahol az átlag nyugdíj, például az én városomban van 9000 olyan nyugdíjas, aki időskori nyugellátásban részesül, nekik 113 ezer forint az átlag nyugdíjuk. Nyilvánvaló, hogy ezek a nyugdíjasok törődést, figyelmet, védelmet érdemelnek, és a kormány ezért konzultál rendszeresen az idősügyi tanáccsal, hogy az idősügyi tanács véleményét, javaslatait figyelembe véve emelje a nyugdíjat. Nem 0,9-tel, hanem 1,6-tal, és találkozni fog a kormány a következő időszakban is az idősügyi tanács képviselőivel, ahol ezeket a szempontokat mérlegelni fogjuk. Ez a gazdasági teljesítménytől függ. Első negyedévből nem vonnék le túl sok következtetést. Ugye egyik hír az, hogy több az infláció, másik hír az, hogy tele van az államkassa, ömlik a bevétel, de várjuk meg, hogy mi történik a második fél évben, a harmadik negyed évben, tehát megalapozottan dönt a kormány, és vigyáz az adófizetők pénzére. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdések. Előre a kollégának. Köszönöm szépen. Ferkó Dániel vagyok az EKO televíziótól. Az első kérdésem az lenne, hogy a NATO főtitkárhelyettes beszélt ma a migránsválságról, és elmondta, hogy a NATO abban érdekelt, hogy a probléma helyén, vagy gyökerénél kezelje a problémát, tehát például a földközi tenger térségében, illetve egy emberi jogi megközelítést adott, hogy emberségesen kell bánni a migránsokkal. A kérdésem az lenne, hogy felmerült-e a kormány részéről az, hogy segítséget kérjen a NATO-tól, tehát hogy NATO csapatok is esetleg segítsék a határvédelmet, déli határvédelmet? Nem, az merült föl, hogy az Európai Bizottságtól kérünk segítséget, és Brüsszeltől kérünk segítséget elsősorban az Európai Unió tagjaként, és azt is elmondom, hogy miért. Azonban mielőtt ezt megteszem, még a katonák helytállását hagy hozzam ide szóba. Magyarországon a Magyar Honvédség állományából 3000 katona teljesít szolgálatot. Az elmúlt héten fejeződött be azoknak az álláspontoknak a kiépítése 4 helyen, legutóbb Herceg-Szánton, ahol 150-150 katonának az állandó elhelyezésére van lehetőség a határ mentén. Ezt őszóta építjük ezeket a bázisokat, és most fejeztük be a 600 katona elhelyezésére, állandó elhelyezésére alkalmas bázist. 3000 katona segíti folyamatosan a rendőrség munkáját. Ami itt probléma, hogy talán legutóbb jeleztük, hogy több mint 200 milliárd forintot költöttünk már a biztonsági határzár és a határvédelem megvalósítására, és azt föl kell vessem, hogyha az Emberi Jogok Európai Bírósága most itt sorozatban próbálja majd Magyarországot elmeszelni a Helsinki Bizottság följelentése alapján, akkor előáll az a helyzet, hogy kénytelenek leszünk az Európai Unió segítségét kérni. Mert most ugye Ausztria és Németország azt várja el tőlünk, hogy ne engedjünk be senkit se,
a más brüsszeli intézmények, vagy éppenséggel Strasbourgban ez a bíróság, azt meg ránk kényszeríti, hogy mégiscsak engedjük be őket. Tehát szerintem az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak foglalkozni kell azzal, hogy akkor most Magyarországgal szemben azt gondolom, hogy az a helyes elvárás, hogyha a határokat megvédjük, főleg egy hát elég ingatag török EU-s megállapodás kapcsán, ami naponta újabb meglepetéseket és újabb konfliktusokat tartalmaz. Ha viszont az az elvárás, hogy megvédjük a határokat, és mindig azt kéri rajtunk számon a német kormány, hogy még mindig 100 ember jön hetente, ez csak ezekkel az eszközökkel lehet megakadályozni, de ha ezt várják el tőlünk, akkor a másik kezükkel nem bírságolhatnak, vagy nem büntethetnek bennünket különböző bíróságokon keresztül. Én nem minősíteném a Helsinki Bizottságnak a tevékenységét, hogy a Helsinki Bizottság a magyar honfitársaikkal, állampolgártársaikkal szemben két bevándorló oldalára áll, és a Helsinki Bizottság azt a vasat üti, hogy a magyar emberek akaratával szemben Magyarországra betelepítés, vagy beengedés, vagy befogadás legyen, ami egészen megdöbbentő, mert itt szeretném nyomatékkal hangsúlyozni, hogy két ember kiutasításáról volt szó, ami azt jelenti, hogy megvizsgálták a tartózkodásukat, a papírjaikat és a kérelmeiket, és a bevándorlási hivatal és a belügyminisztérium munkatársai úgy ítélték meg, hogy nem áll Magyarország érdekében, hogy ezek az emberek itt legyenek Magyarországon. És ezzel szemben a magyar honfitársainkból is verbuválódott Helsinki Bizottság úgy dönti, hogy de igen, ezeket a nem magyar személyeket itten be kéne fogadnunk. Ezt én nem tartom teljesen korrekt és fair dolognak, hogy finoman fogalmazzunk. Nem tudom, hogy ennyire rosszul áll-e a Helsinki Bizottság anyagilag, hogy erre a perköltségre mindenképpen szüksége van. Esetleg foglalkozhatna mással is. És a második kérdésem, amire kérem, hogy reagáljon, hogy az MSZP programot hirdetett, illetve Botka László miniszterelnök jelölt, itt a vagyonadó merült fel, és itt konkrétan azért kérdezem, mert ez valószínűleg a kampányuk középpontjában lesz, hogy ugye 100 millió forint feletti vagyonnál vagyonadó, 1 millió forint feletti havi jövedelemnél progresszív adóztatás, és akkor egy példát hoztak, hogy 10 milliónál drágább autó esetén luxusadó. Ugye ez sokak számára egy tetszetős dolog, legalábbis én hallottam ilyen visszajelzést a környezetemből is, hogy fizessenek a gazdagok. A kormány hogyan viszonyul a vagyonadó ötletéhez? Azt tudom önnek mondani, hogy a kormány több olyan lépést is tett 2010 óta, amely egyszerűsítette az adórendszert, és a már egyszer befizetett adó után újabb adóterhet nem rótt a magyar munkavállalók és a magyar keresőknek a vállára. Itt arra gondolok, hogy eltöröltük például az egyenesági örökösödési adót, ami szintén egy szocialista vívmány volt, hogy egy élet ledolgozott munkája után még az örökösödőket is büntették, ha véletlenül örököltek egy házat vagy bármilyen más vagyontárgyat. A következő választási évnek ez lesz a nagy vitája, hogy mit akarnak a magyar választópolgárok. Örökösödési adót, különböző vagyonadókat, más egyéb vagyoni típusú adókat. A magyar kormány nem kívánja központilag bevezetni a vagyonadót, nem támogatja az örökösödési adót, és semmilyen olyan adót nem, ami már egyszer ledolgozott munka után a befizetett adó fölött járna. Ez nem azt jelenti, félreértés ne essék, hogy helyi szinten a közös felelősségvállalásban ne vehetné ki az a részét, aki jobb módú, mint a másik. Én azt gondolom, hogy ez meg is történik. Én ezzel a programmal, amit Botka polgármester kollégám, illetve korábbi képviselőtársam megkérdezett, nem értek egyet, és azt gondolom, hogy azoknak, akik dolgoznak Magyarországon, nem arra van szükségük, hogy túladóztassák őket, hanem arra van szükségük, hogy mindenki alacsony adót fizessen, és mindenki kevés személyjövedelem adót fizessen. Aki többet keres, az több személyjövedelem adót fizet most is, tehát a felvetés ilyen szempontból izgalmas. Kolléginának adjuk oda. Köszönöm szépen, Jobbágyi Zsófi vagyok a Magyar Hírlaptól. Az első kérdés, amit még az OLAF jelentéshez kapcsolódna, hogy a főváros elkészítette a saját álláspontját arról, hogy az 59 milliárd forintos bírságot mi alapján lehetne csökkenteni, ezzel kapcsolatban felvették-e már a kapcsolatot az Unióval esetleg? Azért nem, mert két dologról van szó. Az Európai Bizottság csalás elleni hivatala, mint itt jeleztem önöknek, két lépcsőben küldi meg a véleményét. Először megküldi angol nyelven a nem hivatalos verziót tájékoztatásképpen. Mi ezt tovább küldtük a fővárosnak, illetve büntetőfeljelentést tettünk az ott leírtak okán, és megküldi március közepén, ez meg is történt, a hivatalos verziót,
magyar nyelven. És a hivatalos verzió megküldésétől számított 60 napon belül van lehetőségünk arra, hogy a fővárossal közösen reagáljunk. Tehát a hivatalos verziót megkapva a fővárossal fogunk konzultálni, aki már kialakította az előzetes álláspontját, és 60 napon belül fogjuk az Európai Bizottságot erről tájékoztatni. Köszönöm. A második kérdésem az alapellátással kapcsolatos. Az ombudsman ugye most ismét vizsgálja a védőnőknek a bérhelyzetét, ugyanis ők nem eshetnek a szakorvosi bértábla besorolása alá egy jogszabály miatt. Gondolkoznak-e azon, hogy módosítják ezt a jogszabályt? Ugye többször már Balogh Zoltánnak jelezte, még az ombudsman is, hogy erre szükség lenne. 660 védőnőtől kaptam ez ideig személyes aláírású levelet. És Balogh Zoltán miniszter úrral azt beszéltük meg, hogy a következő hetekben egy stratégiai kabineten megnézzük azt, hogy azok után, hogy az orvosok bére emelkedik, az egészségügyben dolgozó bére emelkedik, hogyan tudjuk a védőnők bérét megnézni. Itt nyilvánvaló a védőnők esetében az önkormányzati felelősséget sem zárnám ki. Ugye a kormány küldött pénzt a védőnök béremelésére, ami aztán csak részben volt sikeres. Tehát készen állunk arra, hogy a védőnök bérezését felülvizsgáljuk. Ez nyilvánvaló az emmi előterjesztése alapján kell megszülessen. Olyan megoldásra törekszünk, ami a magyar védőnői szolgálatot erősíteni fogja, tekintettel arra, hogy a magyar gyermekellátás Európában nagyrészt azért tekinthető az egyik legjobbnak és legerősebbnek, mert a védőnői szolgálat, mint speciális magyar ellátási forma és odafigyelési forma kifejezetten kimagasló. Ha megkérdez egy gyerekorvost, hogy miért olyan erős a magyar gyerekorvos hálózat, gyerekalapellátás, és hogy nemzetközi összehasonlításban miért olyan jó, akkor azt fogja válaszolni önnek, hogy alapvetően a védőnői hálózat jelent egy óriási biztonságot. Tehát a védőnői hálózatra kifejezetten nagy szükség van, és a megerősítése a kormány célja, nem pedig a gyöngítése. Ezért vagyunk készek a védőnői bérpanaszokat megvizsgálni. Köszönöm, és még egy kérdés alapellátással kapcsolatban. Éger István ugye a miniszterelnök úrhoz fordult egy nyílt levélben. Ő ott az alapellátás finanszírozásával kapcsolatban azt jelezte, hogy ez a bizonyos plusz 10 milliárd forint, amit az elmúlt 2-3 évben már megkaptak a praxisok, az lenne az optimális, hogyha ezt még 5-ször kapnák meg, hogyha erre van lehetőség akár egy összegben is. Van-e ilyen terv? Egy összegűre én nem látok lehetőséget a költségvetésben, hogy ez a kiegészítés, ami havi 130 ezer forintot jelent a házi orvosoknak és a gyerekorvosoknak rendszeres legyen, erre viszont én látok lehetőséget, és én magam ezt a felvetést nem csak parlamenti képviselőként, hanem kormánytagként is támogatom. Tudomásom szerint Éger István nyitott kapukat dönget, a miniszterelnök úr kész arra, hogy ezt a javaslatot elfogadjuk, megfontoljuk, megbeszéljük. Az alapellátás megerősítése a kormány célja, ezért biztosítottuk ezt a kiegészítő forrásokat. Éger Istvánnak a levele meglehetősen kritikus és karcos hangvételű, de erre nincs alapja, mert nyitott kapukat dönget. Köszönöm szépen. RTL Klub. Köszönöm szépen. A Transparency International által indított perben jogerősen kimondta a bíróság, hogy ki kell adni, melyik futballakadémiához honnan érkeztek TAO támogatások, és az ítélet kimondja, hogy a kikért adatok közérdekűek és közpénz felhasználását érintik. Fenntartják ezek után is, hogy a TAO pénzek azok nem közpénzek? Igen, fenntartjuk, és miután itt egy jogi vita van, megjegyzem, hogy nem csak futballról, nem csak sportról, kulturális szó van, hiszen a TAO az nem csak sportra megy, ezért az az álláspontunk, hogy a jogi helyzetet tisztázni kell. Például ebben az ügyben az elsőfokú ítélet más volt, mint a másodfokú ítélet. Az EMI és az NGM álláspontja az, hogy a kúria segítségét, illetve véleményét kéri, illetve a kúriához fordul felülvizsgálatot kérve. Attól függetlenül, hogy ez jogerős ítélet. Itt tisztázandó a helyzet, már csak azért is, mert magánvállalkozások, mint az 1%-os személyvedelemadó címkézésnél pedig magánszemélyek, adó titkairól, adó ügyeiről van szó. Mielőtt szerintem az NGM és az EMI eljár ebben az ügyben, a legnagyobb körültekintéssel kell meghozni a szükséges lépéseket és döntéseket. Ezért az az ötlet, hogy a kúriához fordulnak egy olyan ügyben, ahol az első fok és a másodfok mást mond, szerintem megfelelő és helyes logika. Nem arról van szó, hogy a kormány nem akarja kiadni az információkat, vagy ezt bármilyen formában is negligálnánk. Arról van szó, hogy szeretnénk kristálytisztán látni ebben a kérdésben, és ezért a kúria állásfoglalását szeretnénk kérni ebben az ügyben, tekintettel arra, hogy ez a kormány itt csak információ továbbító, fogalmazunk így, hiszen nem a kormány, hanem egy-egy vállalkozás döntését kell a nyilvánosság számára rendelkezésre bocsájtani, és ez vállalkozásokat fog érinteni, vállalkozások adó döntései és adó titkai kerülnek nyilvánosságra.
A Pető intézetben alakult ki egy olyan helyzet, hogy sorra felmondanak a konduktorok, mert megváltoztatták a munkaszerződésüket, szerintük elénytelenül, ugye a problémát az okozza, hogy a pedagógus bértáblából átsorolták őket a közalkalmazotti bértáblába, ami több munkát és kevesebb bért jelent. És a kérdés az, hogy a kormány tud-e lépni ebben az ügyben, ugye a konduktorok már fordultak az Egészségügyi Minisztériumhoz ezzel kapcsolatban, illetve az EMMI-hez, illetve a Párbeszéd Magyarországért is előállt egy olyan ötlettel, hogy legyen önálló konduktori bértábla, nem tudom, erre van a lehetőség, vagy milyen megoldást tud a kormány erre a helyzetre adni. Amikor a Pető Intézet állami fönntartásba került az alapítványi működtetési formából, akkor a kormány arra vállalt garanciát, hogy mindenki megkapja a korábbi bérét. Ez érinti ezt a, ha jók az információim, megköszönve azt, hogy írásban is elküldte a kérdését, és tudtam tájékozódni, 31 néhány embert, akik egy rossz besorolási adminisztrációs hiba miatt, ami miatt elnézést kérünk, kevesebb bért kapnak. Azt ígérte az EMMI, és azt ígérte a kancellár, hogy ez a bér fölülvizsgálatra kerül, és megkapják az eredeti magasabb bérüket. Tehát ki fogjuk javítani a hibát heteken belül. Tegnap a házon kívül adásában bemutattunk három családot, akik amiatt szenvedtek hátrányt, mert hogy visszaköltöztek Magyarországra. Itt volt olyan eset, amikor a családban az egyik gyerek megkapta a TB kártyát, a másik gyerek nem kapta meg a TB kártyát. Egy 5 hónapos terhes kismama szintén nem kapott TB kártyát hónapokig. Az ügyintézés miatt ez alatt 100 000-eket kellett költeni a vizsgálatokra. És azóta is folyamatosan kapunk ilyen információkat, hogy az Angliáról, külföldről visszatelepülő családok a bürokrácia miatt meglehetősen nehéz helyzetbe kerülnek. A kérdés az, hogy ezen a bürokrácián lehet-e változtatni, illetve hogy miért pont azokat a családokat büntetik ezzel a bürokráciával, akik pont Magyarországot választják újból ismét. Itt ugye ki kell hangsúlyozni, hogy mindenki magyar állampolgárt volt, bejelentett magyar lakcímmel. Igen, mindenek előtt szeretném azt elmondani, hogy amennyiben igaz, ami a műsorban megfogalmazásra került, és a kérdésében állításra került, hogy a különböző hivatalok packáztak, illetve migránsnak tekintették a magyar állampolgárokat, akik visszakívánnak költözni Magyarországra. A kormányhivatalok nevében szeretnék elnézést kérni. Ma reggel arra utasítottam Kovács Zoltán államtitkár urat, hogy soronkívüli vizsgálatot rendeljen el, és tárja fel ennek az okait. Amit most tudok mondani, az két dolog. Az egyik, hogy a külföldön született gyerekek állampolgárságnak az intézése késedelemben van, ezért törvénymódosítást kezdeményezek a parlamentben, a kormány nyilvánvalóan nem én személy szerint, annak érdekében, hogy a külföldön született gyerekek magyar állampolgársága gyorsított eljárással kiadható legyen. Sajnos vannak olyan gyerekek, akiknek az állampolgársági dokumentálása vagy kiadása, az állampolgársági nyilvántartásba vétele az hónapokat késik. A fővárosi kormányhivatal külön munkacsoportot hozott ennek az ügyhátraléknak a ledolgozására, ezt így örököltük, megteszem hozzá az előző hivataloktól. A másik dolog a tajkártyának a kérdése. Ugye itt, amit reggel óta sikerült kiderítenem, az az, hogy amikor Angliában dolgozik valaki, vagy él valaki, ott is nyilvánvalóan biztosítóval van egy szerződése. És van egy európai egyezmény, illetve egy kétoldalú megállapodás Magyarország és Anglia között, hogy a kettős társadalombiztosítási jogviszony elkülönülése érdekében, ha ott van társadalombiztosítási jogviszonya, akkor itt nem létesíthető. Ebből az következik, hogy az itteni szerződés megkötéséhez és a tajkártya megkapásához arra van szükség, hogy legyen egy dokumentum arról, hogy ott megszűnt a szerződése, vagy az ottani rendszerből kilépett. Az eddigi jelentések szerint, ami nem a végleges vizsgálati eredmény, azt tudom mondani, hogy ezekben az esetekben ezek a dokumentumok, tehát annak az igazolása, hogy ott már nem biztosított, itt pedig még nem biztosított, ennek az igazolása hiányzott. Ezzel együtt elnézést kell kérnem az időkésedelemért, illetve a bürokratikus ügyintézésért, és még egyszer mondom, nem csak abban a három ügyben, amit a műsor fölvetett, hanem minden ilyen típusú ügyben soron kívüli vizsgálatot rendeltem el. Ennek az eredményéről jövő héten tájékoztatom. De ez a két ok lehet, az állampolgárság megadása, vagy dokumentálása pontosabban, a másik pedig ennek a tajkártya kérdésnek a rendezése és a társadalombiztosítási jogviszonynak a rendezése. Amíg Angliából nincs arról igazolás, hogy ott már nem biztosított, és itt pedig még nem biztosított, addig Magyarországon a tajkártyát nem tudjuk kiadni a jelenlegi szabályok szerint. Mi ugye jogalkalmazók vagyunk, és itt ráadásul nemzetközi jogot kell alkalmazni, de még egyszer mondom, a vizsgálat eredményéről részletesen fogom tájékoztatni, és a késedelemért mindenkitől elnézést kell kérnem a kollégáim nevében is.
egy oldalszára történetben, hogy a hatóságok őket migránsnak minősítették, miközben ugye itt hazateleplő magyarokról van szó. Jó gyakorlat ez? Nem, egy hivatalban senkit sem lehet megalázni, akkor sem, ha migráns, és akkor sem, ha nem migráns. Ezért is kértem a mondandóm elején elnézést mindenkitől, hogyha ez meg előfordult. Utolsó kérdés, hogy Cerván György államtitkár úr megfenyegette a Lovas Szövetség elnökét, erről a hvg.hu-nak van egy hangfelvétele. Lesz-e következménye az ügynek, illetve tudtak-e arról, hogy a szilvásváradi lovardát milyen állapotban adták át, illetve ott milyen kifogások merültek fel az építéssel kapcsolatban? Több dologgal kezdeném. Sokat gondolkodtam a válaszon, bevallom őszintén. Mert először is nem részletezve a személyes elköteleződésemet és elkötelezettségemet, de az óriási dolog, hogy hosszú évtizedek után, kb. 35 év után Szilvásváradon egy ekkora fejlesztésre sor kerülhetett. Mielőtt még jól megszidják a szereplők egymást, és mielőtt összevesznek magyar módra, érdemes rögzíteni azt, hogy a lipicai lótenyésztés, szilvásváradi lipicai ménes ekkora a támogatásban az elmúlt 35-40 esztendőben nem részesült. Nem a magyar kormány, hanem egy tervező döntése alapján született egy létesítmény, a tervező terveit valósította meg a kivitelező, és akik ott voltak a nyitó eseményen, tapasztalhatták, hogy ez a csarnok akkora, amelynek a fölfűtésére nincsen lehetőség, és értelme sincsen, tegyük hozzá az én véleményem és megítélésem szerint. Ritkán jártam olyan lovas csarnokban Nyugat-Európában, ami föl lenne fűtve mínusz 15-20 fokban, vagy nagy hideg idején, fogalmazzunk így. Azt gondolom, hogy maga a csarnok, az, hogy Szilvásvárad versenypályái, az, hogy a szilvásváradi lovas infrastruktúra teljesen újjáépítésre kerül, és ezt folytatni is akarjuk, az meggyőződésem szerint egy nagyon jó dolog. Mint hogy az összes állami ménesben fejleszteni szeretnénk ezt Bábolnát, és Mezőhegyest is illeti, mert mi lovas nemzetnek kiáltjuk ki magunkat, de például az állami tulajdonban lévő ménesek állapota az tarthatatlan volt, ezért kezdtünk Szilvásváraddal, mint zászlóshajóval, mint a legszimbolikusabb és a legsikeresebb ménesek egyikével, amikor a fejlesztésről beszéltünk, a Lovas Szövetséggel teljes egyetértésben és a lovas társadalom támogatásával. Erre azért utalok, mert a cikkben megfogalmazódik egy kritika, hogy Szilvásvárad nem alkalmas erre a célra. Ezt én nem akceptálom, mert Szilvásváradon értük el a legkomolyabb eredményeket a magyar fogadhajtás történetében. Bárdos Györgyre azt hiszem, hogy mindenki emlékezik, aki itt van a teremben. És ráadásul olyan természeti adottságokkal bír, amely nem csak a ménes számára fantasztikus lehetőség, hanem turisztikai szempontból is kiemelt. Kétségtelen nem egyszerű a megközelítése. De a kormány nem osztja azt az aggodalmat, hogy alkalmatlan lenne a fejlesztésre. Közeledve a mondandóm lényegéhez, Cerván György iránt én elfogult vagyok, tehát nem fogok tudni objektíven nyilatkozni, mert a magyar kormány egyik legjobb államtitkárának tartom, és a Fidesz egyik legjobb politikusának, akinek a választási előélete, hogy hányszor tudott egyéni körzetben és milyen támogatással nyerni, úgy gondolom, hogy önmagáért beszél. Elolvastam ezt a nyilatkozatot, és meg is hallgattam, és én azt érzem belőle, hogy egy kormányzati beruházás presztízséért aggódó államtitkár beszél egy érdekvédelmi szervezet vezetőjével, akikről én rosszat mondani nem tudok, sem a fiatalemberről, sem az édesapjáról, aki a magyar fogadhajtó és lovasvilág egyik legmegbecsültebb tagja, magam is nagy tisztelője vagyok a családnak. Azt remélem, hogy ezt a konfliktust majd tudják egymással rendezni. Egy államtitkárnak az a dolga, hogy védje a beruházásoknak a presztízsét, és a lovasvilág meg zárt világ, mindenki ismer mindenkit, ezért a hangnemen és a tónuson nem lepődök meg, félreértés ne essék. Az államtitkár kollégámnak pedig az volt a dolga és az volt az érzése, hogy meg kell védeni ezt a beruházást. Ráadásul Cerván György az az államtitkár és politikus, akinek szerintem ritkán magasabb a vérnyomás a 110/70-nél. Még életemben nem láttam kétségbe esni, idegesnek lenni, vagy a hangját fölemelni. Tehát nyilvánvaló sértőnek érezte, vagy bántónak érezte az állam szándékait illetően mindazt, ami a kritikaképpen elhangzott. De azt remélem, hogy az urak leülnek és egy kávé mellett tudják ezt rendezni. Olyan szűk a magyar lovasvilág, és olyan kevés ember foglalkozik hivatásszerűen a fogadhajtással, hogy nem a különbséget, hanem az összefogást kellene keresnünk. Tehát ön szerint itt nem volt szó megfélemlítésről? Én nem találom annak ezt. Az a helyzet, hogy amiben Mészáros Lőrinc polgármester úrnak a neve fölbukkan Magyarországon, azt azonnal például az ön szerkesztői fölírják arra a listára, amivel minden nap foglalkozni kell. De a kivitelezőnek semmi köze a tervezőhöz.
Hát az épületet nem a kivitelező tervezte, hanem annak volt egy tervezője, aki megtervezte, hogy milyen legyen a alja az épületnek, milyen legyen a fűtése az épületnek, és a tervek szerint valósult meg. Hogy ez tetszik vagy nem tetszik az ízlés kérdése, ezt a tervezővel kell megvitatni, és nem a kivitelezővel. Egyedüli pályázóként nyert egy cég, amit az előbb említett polgármester kollégához kötnek. Én azt gondolom, hogy ez túl van pörgetve, fogalmazzunk így, és nagyon remélem, hogy a lovasvilág szeretni fogja ezt a beruházást, és jó szívvel fogja használni. Parancsoljon, Ildikó. Köszönöm, beszélt miniszter úr a uniós pályázatok kiírásáról, igen, és mondta, hogy majdnem 100%-ot már kiírtak, ami a 14-es és a 20-as ciklusra vonatkozik. De azt is mondta miniszter úr, hogy nem lát tisztán, hogy 2019 után meg tudja tartani Magyarország a versenyelőnyét, ami az alacsony bérekből adódik, ha nem lesz uniós támogatás, és a magyar megengedett szubvenció sem érvényesülhet. Igen. Akkor az innovációt hogy tudjuk megoldani? Az a kérdés, hogy ezek a pénzek és más hazai fejlesztési források hogyan hasznosulnak. Arról beszéltem a portfólió konferenciáján is, hogy ezért óriási a tét, amikor ezeket a pénzeket, most az Európai Unióból visszakapott pénzeket és a hazai fejlesztési források felhasználását illeti, azokról beszélek. A magyar kormánynak nem az a célja, hogy vállalkozásoknak jövedelemkiegészítést adjon, vagy magyar vállalkozások veszteségeit kompenzálja. Fejleszteni szeretnénk ezeket a vállalkozásokat, hogy olyan termékeket állítsanak elő, amelynek a piaci helytállásához már nincs szükség Európai Uniós vagy hazai támogatásra, hanem önmagukban is piacképes és versenyképes termékek. Riasztó az az adat, hogy 2014 és 20 között például a mezőgazdaságban elköltött Európai Unióból visszakapott források, ami 3500 milliárd, döntő részben jövedelem kompenzációra ment el. Abban nem történt fejlesztés, nem nőtt a produktivitás. Ezért most nem az a dolgunk, hogy a pénzeket elköltsük, hanem az a dolgunk, hogy úgy költsük el ezeket a forrásokat, hogy ebből produktivitás, hatékonyság és versenyképességi növekedés legyen. Kíváncsian várom, hogy mi fog történni 17, 18, 19-ben és 20-ban ebben az ügyben. Mi igyekszünk mindent megtenni a kiírások tekintetében ennek érdekében. Köszönöm. A vizes VB költségvetéséről is beszélt, igen, miniszter úr. A hírek szerint 3,5 milliárdot költenének egy a Duna vizén fölállított színpadisóra, és ebből a becslések vagy a kiszivárgott hírek szerint 1,5 milliárd menne el arra, hogy szeretnék meghívni a Rolling Stones-t. Nem tudom, hogy erről el miniszter úr vagy bármelyik államtitkárságnak van-e információja, hogy Mick Jagger zenekarának a meghívására készülne a kormány? Hát a kormány vagy... az másképp működik. Én legalábbis mindent elkövetek annak érdekében, hogy másképp működjön és hagyavassam be önt és az érdeklődőket. Ugye nekem az lenne a dolgom, van amikor hagyják a minisztertársaim, van amikor nem, itt nekik van igazuk, hogy a minisztériumok, miniszterek és a kormány koordinációját elvégezzem. Ezért mindent elkövetek annak érdekében, hogy a kormány ne rendezvényszervező irodaként működjön, és ne koncertmegrendelőként. Tehát a kormány ezzel a kérdéssel például tartalmi tekintetben nem foglalkozik. A kormány politikai irányvonalakat szab meg, döntéseket hoz, ez egy politikai döntéshozó szervezet. Milyen döntést hozott? Magyarország vállalja el, és ebben garanciát ad a kormány anyagi értelemben, hogy vizes VB legyen ebben az országban. Először megpályáztuk a 4 évvel később esedékes vizes VB-t. Majd nyitott egy helyzet, adódott egy helyzet, hogy most ebben az évben 17 nyarán legyen vizes VB Magyarországon. Tulajdonképpen a modern sporttörténetben az első világverseny, első nagyon komoly világverseny lenne az ország történetében. És a kormány azt mondta, hogy igen, ha ezt az úszószövetség, a Nemzetközi Úszószövetség és a rendezőbizottság meg tudja szerezni, akkor szerezze meg a rendezés jogát, és a kormány segíteni fog anyagiakkal, mögé állva a szervezőknek, hogy támogatja ezt a rendezvényt. Ennyi a kormánynak a dolga. Ezen kívül a szervezőbizottságé a feladat, hogy milyen lesz a megnyitó ünnepség, milyen lesz a záró ünnepség, és nyilvánvaló ott vannak hozzáértő rendezvényszervező emberek, turisztikai hozzáértő szakértők, akik meg tudják mondani, hogy egy megnyitó ünnepség hogyan lehet izgalmas, érdekes, és hogyan hívhatja fel a figyelmet Budapestre. Olvastam ma ezeket a híreket, amelyek azzal foglalkoznak, hogy vajon túlzás-e egy megnyitó ünnepségre ennyit költeni. Én úgy gondolom, hogy az úszó világbajnokság, főleg úgy, hogy az úszás, mint sport népszerűsége az elmúlt 10 évben radikálisan növekedett, és Magyarország fantasztikus teljesítményre képes ebben a sportágban,
lehetőséget teremthet arra, hogy az átlagot meghaladó figyelem irányuljon Budapestre. Ha ezt Budapest kihasználja városként, Magyarország kihasználja országként, országmarketingként, azt én egy jó dolognak tartom. De a kormány ezeknek a részleteknek az ismeretével sem rendelkezik. Tehát nem voltam olyan kormányülésen, ahol a Rolling Stoneshoz kapcsolatos személyes érzelmek bármilyen formában is előkerültek. Gondolom, ma olvastam, hogy ez a terv, hogy talán őket fölkérik vagy meghívják. Nem nekünk kell megítélni a kormánynak, hogy ez megtérülő dolog mennyit hoz érdeklődés szempontjából, és hogy egy világverseny megnyitásában erre van-e szükség. Ez nem a kormány dolga, azt tudom ennek mondani. Azért vannak ott szervezők, és azért vannak ott rendezők, és tanácsadók, és minden, hogy ezt ők döntsék el, és ők szervezzék meg. A kormány miben érdekelt, és az ország miben érdekelt? Abban, hogy ez egy nagyon sikeres verseny legyen. Budapest egy föltörekvő, és az ország szempontjából az egyetlen komoly országmárkát, országimást jelentő város. Ezért minden, ami Budapest presztízsét, rangját, a Budapest iránti érdeklődést emeli, az meggyőződésem szerint támogatható. Köszönöm, akkor a kérdést inkább úgy fogalmaznám meg, vagy úgy tenném fel, tudtam, hogy nem a kormány kompetenciája, hogy a kormányülésen döntést hozzon, vagy levelet írjon Mick Jaggernek. Tehát mindent elkövetek, hogy ezek a kóbor ötletek oda se kerüljenek a kormány elé, ha van ilyen, tehát... Nem gondolom, hogy van ilyen. Akkor a véleményét kérem miniszter úrnak, annak fényében jó ötletnek tartaná-e, hogy 1,5 milliárdos gázsiért a Rolling Stone zenéjen, a vizes VB nyitó ünnepségén, hogy például Londonban atlétikai világbajnokságot rendeznek, és ott pár százmillió forintnak megfelelő összeget költenek a teljes nyitó ünnepségen. Ez az, amit én nem tudok mérlegelni, és a kormány sem tud mérlegelni, ez a rendezőbizottság kompetenciája. És csak zárójelben jegyzem meg, hogy szerintem ma az úszás iránti érdeklődés a nemzetközi sportvilágban sokkal nagyobb vagy jelentősebb, mint az atlétikai közvetítések iránti érdeklődés. Tehát, hogy ez mennyit hoz vagy visz, vagy egy ilyen megnyitónak az ára, az megtérül-e egyébként a közvetítések kapcsán, vagy a reklámértéke mekkora Budapest számára, ez szerencsére nem a kormány képviselőinek kell megítélni. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ez egy nagyon jól sikerült verseny legyen. Nagyon sokat dolgoztunk ezért. Nem a kormány, hanem a kormány munkatársai, vagy azok, akik a beruházás előkészítésében, építésében részt vettek, óriási munkát végeztek, hiszen én azok közé tartozom, akik azt mondták, hogy kicsit túlvállaljuk magunkat, amikor elvállaltuk a 17-es VB-nek a megnyitását, vagy megrendezését, aminek van kockázata, azért van kockázata, mert nyilvánvaló, hogy rövid idő állt az építkezésre rendelkezésre, és minden időt tartani kell, tehát nagyon precíz munkára van szükség. A kormány megad minden támogatást a sikerhez, de a kormány nem szól bele, és nem is tud beleszólni abba, hogy a sikerhez vezető út részletei mik legyenek. Ezt egy nagyon fontos dolognak gondoljuk. Köszönöm, az utolsó kérdésem. Beszélt arról is miniszter úr, és sérelmezte, vagy nehezményezte a kormány is, és fellebeznek az Európai Emberi Jogi Bíróság döntés ellen a két bangladesi kiutasított Igen. személyt illetően. Itt az Alapjogért Központ, ami viszonylag közel áll a kormányhoz, de Harag Péter... Én ezt nem vonom kétségbe. Harag Péter, KDNP frakcióvezető úr is azt mondta, hogy szerinte meg kellene fontolni ennek a döntésnek a fényében, hogy Magyarország kilép vagy megszünteti a tagságát az Európai Emberi Jogi Egyezményből. Ön ezt jónak látná-e, vagy támogatná-e? Nem foglalkoztunk ezzel kormányülésen, egy dologgal foglalkoztunk, azzal, hogy a föllebbezést benyújtjuk, mert nem tartjuk méltányosnak, és nem tartjuk fairnek, és nem tartjuk jogszerűnek ezt a döntést. Mi a konkrét döntéssel foglalkoztunk. Ha az igazságügyminisztérium majd ilyen előterjesztést tesz, akkor megfontoljuk ezt a kérdést. Egyelőre nem merült fel a kormány munkájában ennek a gondolatnak, vagy ennek a javaslatnak, vagy ennek a véleménynek a mérlegelése sem. Mert mint az egyezménynek Igen. a felmondása. Egyelőre ez nem szerepelt a kormány napirendjén, és a mérlegelésével sem foglalkoztunk. Nézzék el nekem, hogy most elkéreckedek. Van még kérdés, Ildikó, mert nem akarom, hogy... Nem, csak annyi, hogy egyébként a Tarlós főpolgármester úr kedvenc zenekar a Rolling Stones. Ezt elfelejtettem előbb, de ennek gondolom nincs jelentősége. Ez a Conteók már azon mélysége, ami azt gondolom, hogy meghaladja a kormány. Hát azért nincs Ildikó jelentősége, mert ha jól olvasom a híradásokat, nem a főváros tervezi fizetni a költségeket. Nos, köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm a türelmüket és a megértésüket. Jövő csütörtökön találkozunk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.